Na szóval, üdvözlök mindenkit, akik már itt vannak, látom 5-6-an, remélem mindenki jó hal, aki valamit hal még az elején, az jelezze, de nagyon remélem, hogy minden remekül megy, a dal oldal és a bal oldal nekem, miért ezen az oldalon van ez, valami nekem nem az igazi. Hogy lássam azt is, amit írtok. Így van, most már. Szerbusz Péter, Gyurika, látom, itt van. Hello. Oké, Keresztián Sógor. Szia, Roland. Gergő, sziasztok. Na, akkor kezdjük a vasárnap esti kis szösszenetet. Igyekszünk egy kicsit az úszókkal foglalkozni, elég hosszú heten vagyunk túl. Most indult a folyóvízi szezon Angliában, kedden, pontosabban kett hajnalban, kedd éjfélkor, 4 órakor már kint voltunk a parton. El volt egy egyszerű hét, de egy szerencsés nap volt olyan téren, hogy még az időjárás a szuper volt, nem áradtak a folyók. Úgyhogy Isten igazából elkaptunk egy kis jó vizet. Aztán ugye nem volt egy egyszerű nap, egy-két képet már láthatok róla, viszont egy nagyon boldog nap volt, hiszen erre a felszíndomolykózásra mi szinte egy fél évig készülünk, októbertől már nem tudunk felszíndomolykózni, márciustól tilalom van. Szóval igazából most összegezve a hetet azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon hosszú és fáradtságos hét volt, úgyhogy úgy gondoltam, hogy eljött az ideje, hogy egy pohárborral lezárjuk, meg egy kicsit az úszókkal is foglalkozzunk. Itt látszik, hogy a nagy úszónk az már szárad, egészen szépen a második réteg lak is rajta, és közben pedig az eddig készített úszókat, azokat fogjuk, lefestettük ugye az antennákat, és ebből fogunk egy kicsit még dolgozgatni. Mindeközben egy új dolgot fogunk elindítani, mégpedig a következőt, egy úgynevezett horgász talk show-ot. Hát egy ahogy terveztem, akkor így mondom, egy ilyen kontinenseken átívelő horgászbeszélgetéseket szeretnék mindenféle barátokkal. Ezt nagyon szeretném, közben nézem, hogy kik azok, akik köszönnek, csatlakoznak. Lajos Borbé, a tesóm, sziasztok nektek is, szóval folytatom. Amit szeretnénk, azon belül, hogy itt van ez a jó kis matula műhely és az úszókat készítjük, szeretnénk még ezen kívül két dolgot, ahogy mondtam, helyszíni bejelentkezéseket, és ami még talán még fontosabb lesz, egy kis horgászbeszélgetéseket különböző országokban élő horgászokkal. Beszéltem néhány baráttal, vannak azért mindenhol, szerencsére Írországban, Skóciában, akár Franciaország, Németország, Ausztria, egészen, ha jól gondolom, Görögországig. Már beszéltem egy pár emberrel, lesznek egyébként nem csak horgászok, hanem mondjuk tógazdák, halbiológusok vagy haltenyésztők, lesz köztük kezdőhorgász, haladóhorgász, módszerekben is, akik váltottak, vagy felvették például, mint Ádám a szentelpinás horgászatot. Szóval erről fogunk beszélni. Közben félszemmel nézem, Kornél, szia Kornél. Félszemmel nézem egyébként, hogy mit írtok. Lelenézek ide a kis... Nézem, hogy kicsit talán közelebb is tudom húzni. Szóval ezt szeretnénk, közben pedig szépen kedélyesen festünk egy pár csíkot az úszóra, az úszókra. Megnézzük, hogy hogyan is állunk. Szóval itt vannak az úszóink, amiket készítettünk. A picikét azt már lefestettük, vagy pontosabban lelakkoztuk, ezen nem lesznek csíkok, ezt egy teljesen natúra hagyjuk. Ezt a kettőt viszont majd az antennájával fogunk egy kicsit foglalkozni. Közben pedig folyamatosan nézzük majd Ádámot, aki kint van a vízparton, Ausztriában, hogy mikor tudunk beszélni vele egy pár szót. Első körben mielőtt még... megjött Tamás, akkor sikerült csatlakozni. Szia Tamás! Mi most kérdezgetik, hogy hogyan tudnak csatlakozni. Kiteszek magam elé egy kis kék papírt, ezt a gyönyörű szép... Ugye mindennek sztoria van, ezt a gyönyörű szép... Nem szeretném összefesteni ezt a szép asztalterítőnek használt egérpadot, amit Miki barátomtól kaptam, úgyhogy vigyázni fogok rá. Azért fogunk festeni egy kicsit az elején, hogy még szárad a antenna festék, addig fogunk közben beszélgetni, és a beszélgetés után tudunk rá festeni egy-két csíkot. Engem ma már a tesóm nekem már virtuálisan meghúzta a fülemet,
Méghozzá azért, mert azt mondta, hogy kérik, hogy többféle szín legyen az antennán, meg minden, meg mindig csak a pirosat, a pirosat. Azért azt érdemes tudni, hogy nem azért erőltetem, hát nem azért szeretem ezeket az egyszerű színeket, mert nincs több festék, vagy nem szeretem a többi színt, hanem pont az a célja a matulóműhelynek és az úszókészítésnek, hogy egyszerűen menjen a dolog. Tehát nem szeretnék ilyen Hályok Kovácsba menni, hogy valaki azt mondja, hát akkor 57 ezer festék kell hozzá, én akkor ezt már nem is csinálom. Nem is akarok én beruházni ennyit, hanem tényleg az van, hogy van egy piros festék, meg egy fekete mondjuk, és akkor totál, meg egy bicska, és akkor lehet úszót készíteni. Hát tollat meg találunk. Na most az a helyzet, hogy engem Miki ma már megesketett, hogy elő ne vegyem a tollakat, mert úgy csörög a papírja, hogy csak na. Úgyhogy annyit mondhatok, inkább nem mutatom meg, hogy egy nagy adag tollat sikerült összegyűjtenem. Ezen a héten ugyanis újra a folyópartokon lehettünk. Ez még kimondani is nagyon jó, nyeltem egy nagyot. Vendegúz, Kecskés, sziasztok! Örülök, ha valamit Norbert Spisják, szia Norbi, üdvözöllek! Hát mindenki jól elfáradt a héten, aki most indította a folyóvízi szezont. Én közben átjövök ide, hogy lássunk is, kiteszek közben egy ecsetet. Szóval mindenki jól elfáradt, ugyanis kellemesen persze, így mondom. Ugyanis azért sikerült mindannyiunknak egy-két szép domolykót fogni, még ha néha nagyobb munka, meg viszontagságos munka árán is. Na, közben akkor keverünk egy kis festéket. Én azt mondom, hogy most az egyszer még, ha meghúzta a fülemet a tesóm, hanem én még a klasszikus piros színen fogom festeni ezt az úszó antennát. Most az egyszer még bevállalom ezt a zrikát, hogy megkapom érte. Na, akkor legyen ez. Főhúzom, hogy nem. Közben, ha esetleg valamit hallottok, rázás közben nem beszélek már, ha közben, hogyha valamit hallottok, akkor mindenképpen szóljatok, hogy nehogy véletlenül technikai probléma köszöntsön be. Az úszóinkról tudni kell egyébként, az erről a két úszóról, hogy ezt is élőadásban, ugye faragtuk ki, ezt lehetne mondani, ha jobban megforgatjuk, hogy nem tökéletesen szimmetrikus, na de hát most mi tökéletesen szimmetrikus ezen a világon? És ezen kívül, hogy nem tökéletesen szimmetrikus, hát ugye bicskával szemre, meg is csiszoltuk, de én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nézve már nem is olyan rossz. Ezt pedig egy kicsit megkentem, a Norbi barátomtól kapott aranytölgy páccal, viszont miután megszívta magát, egy nagyon picit még csiszoltam rajta, nagyon finom papírral, hogy egy ilyen kis aranyos kis barnás felülete legyen. Közben nézem, megjöttek Daniék. Jó, egy kicsit festünk, hogy haladjunk is. Na, ugye a festésnek megvan ez a nagyon jó tulajdonsága, hogy annak száradnia kell, és bár hiába ezekkel a szuper modellfestékekkel dolgozunk, ami nagyon jó takar meg szárad, de azért itt is benne van az, hogy egy kicsit száradnia kell. Na de mit is akartam én? Milyen is legyen? Hol is tettem a kis mérőműszert, azt mondja. Ez már egy... Hát ez meg egy szakáka ide úrott. Na nézzük csak, azt mondja, már elfelejtettem. Ahogy Miki írta, a memóriám nagyon jó, csak nagyon rövid. Hopp, itt nekem beúrott valami. Ezt én onnan kiikszelem. Szóval ez 3 centi, akkor ezt nem is fogjuk nagyon színezni, hanem félbe vágjuk, tehát akkor másfél, mégpedig így, és szerzünk egy cérkát, és másfélnél ezt be is jelöljük itt. Nem variálunk vele sokat. Nem szeretem a grafittal nagyon meghúzgálni, mert akkor az át szokott ütni még két rétegen is. Amúgy is egyébként, ahogy szoktam mondani, vagyis ahogy dédnagyapám mondta annak idején, nem lőnek ezzel nyulat. Vagy szó szerint idézem, nem lőnek avval nyulat, fiam. Szóval hát igazából nem erről szól, hanem pont arról, hogy na, nézzük csak akkor. Nekiugrunk, és visszamehetőri. És akkor festünk rá egyet. Kicsit remeg a kezem. Első réteg. És látjátok, amit mondtam? Nem tudom, mennyire látszik. Kicsit följebb teszem, hogy látszódjék. Így. A grafit szerka látszik rajta továbbra is.
Úgyhogy ezzel a graficeruzával jelölgetéssel fehéren vigyázzatok. Eső réteg. Jó lesz. Na nézzük közben, hogy áll. Kapitány. Kapitány, kapitányom. Ahogy mondaná a Holdköltők Társaságában. Azon gondolkodtam. Kapitány István. Remélem nem kiló szakállam, hogy a kalap az alap, de nem is ezen, hanem azon gondolkodtam, nehogy megsértsenek így. Tehát keresztül mi van, hogy amikor azt mondják neked, hogy úr, tehát oké, hogy azt mondják nekem, hogy lovas úr, de neked azt mondják, hogy kapitány úr. És ezt kibírják egyébként általában mosoly nélkül, vagy azt gondolják, hogy csak szivatod őket? Na de mindegy. Oké, Földin, Balázs, Körözsi, szia Balázs! Tökös nővér a mentősök, itt vannak a kollégák. Ez is ilyen kontinensen átívelő kollegalitás. Na, festettünk rá egy kis színt, igyekezzünk azért egyeneset. Nagyon nem kell idegeskedni, mert fekete csík lesz rajta középen. No, aztán ide kirakjuk őket, és míg ezek száradnak, addig megkíséreljük a lehetetlent. Pontosabban nem lehetetlen, de nagyon reméljük, hogy... Na, ezt kitöröljük innen szépen. Rendmániám, az sajnos nem szabad, hogy elhagyjon még itt sem. Ezt beletesszük a vízbe. Ázni! Ezbe folyamatosan beugrik itt nekem valami, ezt le. Zúzzuk. Szóval... Még a feketére nem festünk. Addig ezt a lapot is innen kitesszük. Szóval... Megpróbáljuk felhívni Ádámot, üzenünk neki. Ádám Ausztriában él, életvitelszerűen. Osztrák a felesége is, ha jól tudom, van egy kislánya, és nemrég kezdett szentelpinezni, ő is, és folyóvízen horgászik, de egyébként perget is. Felhívjuk, és próbálunk egy kicsit megpróbáljuk megnézni, akkor így mondom, hogy mit csinál ő most a parton, hogyan horgászik. Lehetséges, hogy én teljesen rossz irányba néztem, szóval megpróbáljuk őt felhívni és beszélni vele, hogy hogyan is állunk Ausztriában ezzel a pecával. Jó, egy kis türelmeteket kérem, akkor nézzük. Nekem be kell raknom egy kis fülest ide. És azt mondja, hogy pontosítanunk. Egy kicsit türelmeteket kérem, hogy megcsörgessük őt, és akkor megnézzük, hogy hogyan is állunk. Azt mondja, hogy nézzük, fog-e ez a dolog. Ezt már is lealakítjuk, hogy legyen itt egy kis bajocska. És Ádám út. Na, a türelmeteket köszönöm, már is indítjuk ezt a hívást, és megnézzük, hogy... Na, most egymást, egy kis türelmet kérek. Azt mondja, hogy kapcsolatfelvétel. Közben egyébként nem lopjuk a napot, hiszen nézzük az úszókat, hogy... jogos. Várjuk, hogy csörrenjen. Kíváncsi vagyunk, hogy Ádámnak van-e. Oké. Nem elérhető. Na, hát ez elindul jól, mindjárt megnézzük, hogy mi is történik egy újrahívással. Hát ha majd utána, amikor kapcsolatfelvétel. Nem biztos, hogy egyszerű lesz ez a kontinenseken átívelés, de azért meg kell, hogy próbáljuk, és el kell, hogy kezdjük ezt is. Várjuk, hogy kapcsolatfelvétel. Hoppácska. Közben kaptam egy üzenetet. Nem tudom, miért nem csörök, de mindegy is. Közben most ugye felkészültnek kellene lennem, és el kellene mondanom egy jópofa viccet, de nem jut eszembe egy sem. Úgyhogy várunk még egy kicsit. Közben írunk Ádámnak, hogy mit csinál? Lehet akkor a halat fáraszt, hogy azt se tudja, hogy
kis türelem. És magam elé kapom ott az irodát, és már is írom. Jó. Ennek ez itt a célja. Közben beszéljünk egy kicsit akkor erről a hétről, amit éppen bezárunk, vagy ígyunk egy kortyot, hogy hát az mindig segít, hogy az öreg Matula mondta, egy kis világosság gyújjon a fejekben. Azt mondja, de nem vagy elérhető, de most, na jó, nézzük, hogy állunk. Másik hívásban. Nagy kis... No, tessék. Kérjük, hát igen. Nem tudom, tehát megbeszéltük, hogy kint van a parton. Hát reméljük, hogy pont halad fáraszt, és azért nem veszi fel. De nem tudom elérni igazából, de mindjárt megnézzük, hogy miért is nem. Azt mondja, most? Na, hát akkor ez is olyan lesz, mint egy klikkelős játék. Most. Cseng a telefon. Nagyítjuk, és áttesszük a... Erre a kép. Nem tudom, remélem láttok minket. Szia, Ádám! Szia, sziasztok! Hallasz jó? Igen. Na, kint vagy a parton. Oké. Okay. Igen, kint vagyok. Sikerült kiérni. Dobtál már? Volt már valami? Dobtam eddig kettőt, nem akartam nagyon szétverni a vizet. Eddig két kisebb domolygót fogtam. Na, ennek örülök. Figyelj csak! Te vagy az első, akivel beszélgetek itt a Matula műhelyben, mégpedig ennek az oka a következő. Te is úgy csak betaláltál, bekupogtál egy napon ebbe a műhelybe, ahol a szentelpénezés folyt, aminek nagyon örültünk, és még mondjuk el azt is, hogy nagyon szkeptikus voltál a csalinkkal kapcsolatban, tehát a sajtposztával kapcsolatban még emlékszem, még mondtad, tehát itt tulajdonképpen azt mondtad, hogy úris, tehát ez tényleg működik, nem akartam mondani, hogy igen, működik, egyértelműen, de nagyon szkeptikus voltál ugye, hogy működik-e, aztán te is megszeretted, na és mondjuk el azt is, hogy szentelpineztél, ez azért is kapcsolódik ide a műhelyben, mert ugye egy az, hogy mindenféle peca stílusról fogunk beszélni, másrészt ő meg ugye az úszókkal kapcsolatban ez is ide tartozik, ugye. Na beszéljünk egy kicsit arról, hogy te Ausztriában élsz, ha jól tudom, már mondtam a nézőknek, hogy életvitelszerűen élsz Ausztriában, jól tudom, igen. Osztrák a feleséged, van egy kislányod, és ott horgászol, nyugodtan, ha akarod, mondd el, hogy melyik folyón horgászol, milyen folyón horgászol. Most, ahol kint vagyok, ez a öreg Rajna, két Rajna van, az elég kicsit becsapós ez a rész, mert két Rajna van, van egy mesterséges Rajna, ez egy nagyobb rész, ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mint a Tiszának a fele. Ahol most vagyok, próbálom ezt mutatni nektek, ez pedig az öreg Rajna, ez egy ilyen szép vadregényes víz, a kamerát most beállítottam úgy, hogy fixre. Ez a határfolyó, másik oldal már Svájc. Úgy, akkor te Ausztriának a legnyugatibb oldalán laksz, gyakorlatilag a svájci-német határon. Így van? Így van. Úgy, a svájci... Hopp, ott mögötted, határ. Ott volt mögötted a mozdulás. Az egy, itt nem a klónok, itt a hódok támadása van. Ez egy hódot. Az igen, akkor láthatunk egy igazi osztrák hódot. Jó, oké. Okay. Na figyelj, kicsit megfagyott a kép, én úgy látom. Most éppen. Jó. Hallasz engem, jó? Oké, okay, újra itt igen, vagy. Nem mozdulj el, sajnos egy kicsit a connection az, vagy a kapcsolat az egy kicsit rossz lesz. Jó, beszéljünk egy pár szót arról, hogy ne is mozdíts semmit, egy kicsit megkockásodtál, igyekezni fogunk majd nem mozogni. Beszélj egy kicsit Ausztriában a horgászatról, hogy is megy ez felétek, például az engedélyváltás, ugye minden országban más, annak idején, amikor Angliába kerültem, én rettenetesen csodálkoztam, ugye postahivatalban kellett venni a horgászengedélyt. Mondjál egy pár szót arról, hogy Ausztriában mi a helyzet. Azért csak közelebb vagytok Magyarországhoz, inkább arra hasonlít, vagy inkább a milyenkre hasonlít jobban itt Angliában. Hogy működik ez nálatok? Hál' Istennek nem nagyon komplikált. Itt a lényeg az, hogy ha megvan egy magyar horgászvizsgád, ami egy igazoló lap végül is, azt egy hivatalos tolmáccsal le kell fordítatni, és azt elfogadják.
Tehát magyarul, hogyha ez megvan, akkor az egy hivatalos tolmács, hogy lefordította, utána azt beviszed az egyesülethez, ahol te horgászni szeretnél, és azt végül is napokon belül elfogadják, és kapod az engedélyt. Már régebben ment ez a horgászkártya, tehát ugyanúgy, mint egy állami jegy, ezt úgy kell elképzelni, és a horgász egyesület azon belül kiállít egy horgászigazolványt, ugyanúgy, mint Magyarország. És nálatok viszont is klubok vannak? Tehát vannak olyan vizek, ahol csak ezzel lehet horgászni, napi egyel, vagy klubvizen, tehát ezek hogy mennek nálatok igazából? Hogy működik ez? Igen, ugyanez. Tehát vannak olyan vizek, például én szerencsés vagyok, mert az én egyesületemhez beletartozik több horgászvíz. Az Öreg Rajna, az Új Rajna, a Bódeni tó, és ezen belül még, vagy ezen kívül még nagyon sok víz, tehát több vizet kezel ez az egyesület. És itt ezen a részen, ahol vagyok, tehát ezt előjáróban el kell mondanom, hogy ez nem általános dolog, tehát itt egyesületenként változik akár a szabály, akár a mérletkorlátozás, akár a tilalom. Jó, hát hallottam, hogy nálatok négy, hogy mondtad, a burgerről megjegyeztem, négy Burgerland. Bundeslandnak hívják a megyéket. Így van, így van. Uralberben vagyok. Uralberben vagyok, és itt is ezen belül, tehát úgy képzeld el, mint mondjuk Hajdú-Bihar, vagy Pest megye, vagy bármilyen megye. És itt is van több egyesület, ugyanúgy, mint Magyarországon, ugyanúgy, mint nálunk, és minden egyesület kezel egy bizonyos részt. És ezek az országrészek, ahogy mondod, négy felé van, ha jól hallottam, mondtad, osztva. Itt különbözőek akkor a szabályok, különbözőek a tilalmi idők is, különbözőek részenként, vagy azok nem annyira? Ez minden egyesület magának dönti el, hogy ő hogy szabályozza akár a méretkorlátozás, vagy a tilalmakat. Tehát ez teljesen relatív, és mindenki egyéni, szuverén joga ezt meghatározni. Nincs olyan, mint Magyarországon például, hogy általánosságban a ponttól így mondjuk tilalom van, itt változó lehet. Értem. És fajlagos azért tilalom van nálatok? Nálatok is fajlagos tilalom van? Tehát minden halra külön? Akkor a horgászvizsga is ezért kell ott is, ugye, mert nem úgy van, mint nálunk, hogy 3 hónapig nem mehetsz el a folyópartra, hanem egyszerűen nálatok is be van osztva halfajonként, hogy melyik hal. Pontosan. Így van. Ennek örülök. Na, beszéljünk egy kicsit akkor arról, beszéltünk a szokásokról. Sok-e a horgász felétek? Mert most az a helyzet, hogy ez a lezárás, vagy lockdown, ahogy nálunk mondják, ez azt hozta, hogy olyan a vízpart, mint egy majális szinte mindenhol. Talán az idei szezonkezdéskor napközben ezzel küzdöttünk a legjobban, hogy gyerekek fürödtek egy olyan szakaszon, ahol még embereket sem nagyon láttunk napközben. Tehát nálatok hogy alakul, sokan horgásznak-e, mennyire populáris Ausztriában a horgászat azon a részen, ahol te vagy? Ahol én vagyok, itt például, ahol ezen a vízen, ez a vadvízen, 5 éve vagyok kint Ausztriában, én nagyon-nagyon elvétve találkozok horgásszal. Akkor te nagyon szerencsés vagy. Nagyon szerencsés. Tiéd minden hal a folyóban, ott a környéken, egész szakasz. Nyilván vannak itt is olyan részek, ami sláger, ahol többet fognak, meg ahol többen vannak, de ez a rész, ebben kimondottan szerencsés vagyok, hogy itt ezen a részen én szerintem 5 év alatt a 10 horgásszal találkoztam, pedig elég sűrűn járok. Álomszerű. Jó, figyelj csak, akkor megtudtunk egy pár dolgot erről, és akkor nézzük azt, hogy ezen a vízen, ahogy mondtam, milyen víz ez, mert gyors, látjuk, hogy körülbelül mennyire sodor, mélységre milyen ez? Ilyen tipikus pergetős víz, vagy úszatós, mégis hogy? Tipikus pergetős, de ez az a rész kicsit becsapós, mert ahol most vagyok, ez inkább úszatós. Itt a vízmérség körülbelül olyan 80 centis 1,50 között változik, de hogyha lejjebb megyünk, vagy feljebb megyünk, ott vannak olyan részek, ahol pokáig ér. Tehát, a legtökéletesebb igazából az éjük az ilyen vizek, mert összegyűlnek, a halak koncentrálódnak ilyen kis medencékben. Jó, gondolom, hogy ha jól emlékszek, amielőtt elkezdődött ez a stickfloatos, ez a rögzített úszós centerpines őrület, akkor pergettél, ugye? Folyamatosan. Igen. Folyamatosan, igen. Miféle domolykók laknak abban, a mesélj egy párat? Kicsit nagyobb, mint csak a valóságot. Hát, de a magyarországi vizekhez, vagy a magyar átlaghoz képest viszonylag könnyebben megfogsz egy olyan bő 2 kilós, vagy nem ritka 3 kiló körüli domolykó is. Nagyszerű. Ez tényleg szerencsés. Na, cucc nálad van? Igen, nálam van, itt van. Nem mozdíts meg a kamerát, mert megőrülök, hogyha elmagyar. Na, akkor beszéljük egy kicsit arról is, ugye, hogy ezt most szerezted be, ez egy milyen hosszú úszatóbotot vettél? Mennyi hosszú? Hát itt nem lábba mérjük, ahogy nálatok, itt ez egy 390-es medium light dajvapot. És egy? Milyen olsó? És ez egy alap Dumb Quick Shadow.
Hát a lapalap, igen, de ezt meg is beszéltük az elején, akkor én mondom el, hogy mikor még valaki nem ismeri ezt a módszert, azért nem kezd bele rögtön, nem fecó bele egy fél ház árát, meg amúgy se szükséges egyébként, szó se róla, hogy meg kell nézni, hogy mennyire tetszik neked ez a módszer, és aztán, hogyha mégis, de egyébként ezzel az olsóval gyakorlatilag örök élet meg egy nap az unokának lehet adni, maximum kicseréled meg a két csapágyat belőle. Tehát ez egy Dumb Shadow, egyébként szoktam ajánlni ezt az olsót, hogyha kezdő valaki, mert szerintem csoda szépen forog. Jó, milyen zsinór tettél rá? Főzsinórom az egy 18-as itteni úszapó zsinór, úszózsó, egy floating zsinór, az előkén pedig egy körülbelül, azt is vízmérsékként állítom, tehát attól, hogy milyen, mert vannak kisebb, ahogy mondtam is, hogy sekélyebb részek, és akkor több előkét kötök. Most egy de az előkét te is úgy kötöd, hogy vékonyabbat, egy, azt akartam, hogy egy fontot. Egy 16-os fluorokarbon Flyva Prorex. Akkor te is úgy nyomod, hogy úgy kötöd össze, hogy ha akadás van, vagy szakadás, akkor csak a horog legyen oda. Ez több szempontból is fontos, egyrészt minél kevesebb műanyagot hagyjunk a természetben, másrészt meg azért csak jobb. Majd, ha egy nagyobb hal megszaggatja, akkor is nem kell húznia magával a cájgot, hanem egy szakálmentes pici horgot ki tud. Hanyas horog van neked fenn most erre a pecára? Ez egy hatos szakál nélküli horog. Egy hatos szakál nélküli horog. Hát a hatos elég nagy, de sajtpasztázni fogsz, ugye ma? Így van. Így van, te is, na lássunk, csalizzál, csalizol egyet, meg, na, mert nézzük, reméljük, hogy jó, hát nagyon remélem, közben én nem figyeltem, ha valakik látnak és megy, kicsit messzebb, úgy, hogy te voltál, nem, messzebb, jó, tökéletes, szakálmentes, hatos, jó, hát látom, nem vágtad le a kis kötésnek a szakállát? Nem, nem tudom lényegesnek, mert úgyis bele fogom tenni, tehát itt jó, mondjuk ez igaz. Látjátok, beleteszem. Jó kis puha cuccot kevertél. Jó, közben mondom, hogy ha valaki valakinek kérdése van, akkor nyugodtan írja meg a kérdést, és akkor mi ha tudunk, válaszolunk rá. Szuper, de ehhez a kis bikahere alakhoz speciálisan ragaszkodsz, hogy ez a te specialitásod, báj. Nem tudom. Jó. Ez nagyon szimpatikus. Jó, csak azért, mert például amikor domolykozunk, és szeretnénk, hogy egy kicsit jobban felkeltse az érdeket, és beszoktam nyomni egy kicsit az ujjamat, akkor úgy megléfekteti a víz. Na, igen, én is láttam, hogy most már kezdek izgulok, megizzadt egy kicsit a tenyerem, mert az ausztriai folyóparton, én már dobnék. Tisztángot szokták úgy csinálni, ahogy mondtad, hogy egy belenyomnak, és egy ilyen csepp alakot csinálnak, és ezáltal így kicsit így jobban mozog a csali, vagy kicsit így. Hogyha mutatom, nekem ez nem mondom, hogy unszimpatikus, de ez eddig bevált. Jó, csak a bevált módszert, nem fogjuk felborítani. Figyelj, jó, aha. Szép nagy úszó, megfogatva három helyen. Az úszó három helyen egy ilyen folyóvízi Drenan Crystal Avon. Jó. Hát, figyelj csak ide, matul a műhelybe azért. Na jó, figyelj csak, dobjál egyet, jó? Megnézzük, hogy hát ha... Na nem mozdíts el semmit, nem mozdulj így, most jó, nem mozogj. Egy kicsit izgulunk, na. Közben... Partról úsztat gázolni is szokott. Azt kérdezi közben Norbi, de figyeld az úszót, neved, ne hagyd, hogy élt. Hogy gázolni nem szoktál? Nem szoktál begázolni a vízbe? Hopp, akasztottam egyet is be. Na jó, nem kérdezzünk. Norbi, mindjárt megkérdezzük, csak hadd akasszon egyet. Most, ahogy bedobtam, egyből elvitte. Hogy szoktuk mondani, nem számít, csak ami képen van. Figyelj csak ide, ez az a fajta a horgászműsor, ahol a kamu otthon marad, csak a pecás megy el. Rendben van, remélem azért tudom igazolni magam, és jön még a szákot. Nem kell igazolni magad, hiszen láttuk már, hogy rengeteg domolykot sikatott fogni. Na nézzük. Én csak mint a moziban még iszok egy kogybolt közben, hogy szuper legyen. Közben? Állj, mielőtt dobsz, kérdezzük már, kérdezi Norbi, barátunk, Spisák Norbi, hogy gázolni nem szoktál? Tehát nincs neked arra szükség, hogy belemenj a vízbe, bemenni, és akkor de jobb helyeket megdobálni? Szoktam gázolni, van egy combcsizmám, és de úgy gondolom, hogy ezzel a bottal, tehát egy 390-es bottal, vagy egy 4-4-es bottal el tud élni azokat a részeket, ahol meg tudod fogni a halat. Legyezni is lébehúba szoktam, ott inkább van értelme. Mm-hmm. De itt
vannak olyan részek, ahol, ahol az én meglátásom szerint teljesen nem, nem muszáj begázolni a vízbe. Tehát itt az olyan víz, ahol, ahol szerintem... Olyan víz, ahol most fogja egy halat. Reméljük, hogy sikerülni fog. Szép egy alsó hurokdobás, ügyesen. És már is viszi a szépen. Ugye láthatjuk azért, hogy milyen szépen pörög lefele az az orsó, az nagyon, nagyon ügyesen csinálja. Ne aggódjál, ne izguljál, nincs rajta csak a világ szeme, úgyhogy nem kell izgulni. Hopp! Na-na. Igen, a sajtpasztáról azért még érdemes elmondani, löncshús is jól működik ilyenkor nyáron, hogy, hogy leesik minden dobásnál, ez benne a jó, ugye? Jó, egy kicsit figyelünk téged. Figyelj csak, csalizzál, abban a pillanatban megnézzük, hogy hogy állnak a, az úszók, pontosabban így. Te csak csalizz addig. Na, közben megnézzük, hogy a hogy megszáradtak. Jó, volt a következő, rá fogjuk engedni. Na, várjál, közben meg visszakapcsolok, mert nehogy lemaradjunk a kapásról. Lajos Borbé. Azt mondja Tamás, hogy a bot Daiwa Float. Igen, még mondtál egy... ott volt. Na tessék figyelni most már, mert leízott a tenyerem, annyira figyeltem, hogy lemegye az úszó. Hát ez ilyen. Mondjuk soha rosszabbat, hogy egy pár percen belül három akció. Eregesed szépen a zsinót. Azt láthatjuk egyébként közben, ahogy az osztott súlyozással, és akkor milyen szépen... láttam most is ott egy kis akciót áttérben. Nem fogsz egy picit rajta, vagy a, nem figyelem, rendesen rajta van az ujjad? Hébe-hóba, aha, aha. Jó, figyelj csak! Nyugodtan pecázzál, én közben kapcsolatban maradok itt veled, ne aggódjál, csalizzál, reméljük, hogy addig ráhúzunk itt, közben úszót készítünk, ahogy, ahogy megbeszéltük, ugye, és közben ráfestünk egy réteget az úszónak a, hogy hívják, a antennájára, jó, hogy az is haladjon, közben meg te csak csalizzál szépen, megcsináljad, na visszavesszük a stúdiót egy pillanatra, pontosabban ezt, visszavesszük a műhelyt. Közben én az az izgi, hogy én félszemmel nézni foglak, nem kell aggódni. Hogyha hal lenne, azonnal old is, mert közben akkor ráfestünk egy kicsit erre. Ez a baj, nem fog tudni, lehet figyelni rendesen, mert izgulok én is, hogy lesz-e hal. Na. Feltesszük közben a második réteg. Nekem nem ez kell, hanem ez. Ez már a végleges lesz, szóval a végét ki ne hagyjuk, mindig elmondom pedig, hogy a végét ne hagyjuk ki. Na, nagyszerű. És... gondolom már izgultok, hogy mi újság a parton. Sikerült-e már azóta halat fognia. A végét is. Nagyszerű. Úgy látom, hogy két rétegből be fogja ezt fogni szépen. A testet azt szabadon fogjuk teljesen lazára hagyni. Jó. Közben... ezt betesszük a vízbe, ez pedig. Ezért nem szeretek ilyen, ahogy mondtam, kevés úszót készíteni, mert folyamatosan megy a festék, és nem gyűlnek az úszók. Jó. Megfestettük az úszókat, és még várjuk, hogy a második réteg megszáradjon, addig visszakapcsoljuk Danit, pontosabban Ádámot. Látod, milyen kicsit meg is zavarta a dupla név. Jó, nézzük.
Na, itt vagyunk újra, én azt gondolom. Mi újság, nagyon pörög az az orsó. Mekkora volt a legnagyobb domolykó, amit itt fogtál? Tessék? Mekkora volt a legnagyobb domolykó, amit itt fogtál? Hogy emlékszel? 60 centi körüli, bő 60, 61, 60 körüli. Ha jól emlékszek, csináltál egy Facebook csoportot is, horgászbottal. Vorarlbergben. Ezt meg kell jegyeznem, basszus. Horgászbottal Vorarlbergben. Hopp. Köszönöm, recsám. Jó, horgászbottal Vorarlbergben. Van itt, ott lehet látni egy-két domolykót, amit már fogtál. Közben nézem, nem érdemes néha megállni. Igen, 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 Lajos írja egyébként, Borbé Lajos, aki Laja barátunk, aki gyakorlott úszós horgász, hogy érdemesebb lenne megállítani egyszer-kétszer. Én is azt mondom egyébként, hogy egy kicsit ráfogni, hogy föllebbenjen a csali, ugye? Aha. De nem beleokosgodni akarunk a pecádba, félre ne éjjes, csak mégis azért nehogy már ne szóljunk bele egy kicsit innen, azért így. Igazat, van, tényleg ezt el is várom, köszönöm szépen, mert... Állj csak oda rendesen, hogy lássunk, meg lássuk, hogy milyen. Most például akkora hasa nőtt a zsinónak, még nagyobb, mint az enyém. De semmi baj, nem azért írtunk fel, hogy a világba szekáljunk a petaláddal, hanem azért, hogy lássuk, hogy Ausztriában hogy is megy a szent elpinezés. Na de mi a... közben hallasz valamennyire? Igen, hallak. A másik oldalon autópálya van, egy kicsit zavaródó. Semmi gáz, nem megyünk most úgyse sehova. Figyelj, mi újság ezzel? Tehát mi a véleményed így, mint nagyon fontos, mert fogunk beszélni haladókkal, meg egész profikkal, Szent Elpinből már, tehát, hogy mint kezdő, mit látsz el a Szent Elpines percáról? Mi fogott meg benne igazán? Próbáltam, engem a domolykó nagyon megfogott, és zavart az, hogy tudtam, hogy ott van a hal, tudtam, hogy ott van, láttam is, és bármilyen csalit dobtam rá, spéci, handmade bobbereket, akármit, bármit. Egyszerűen nem tudtam megfogni. Nem próbáltam valami más módszert kitalálni, úszóval esetleg, vagy fenéken. És olvastam a sajtról, meg ahogy nyilván a szakirodalom valamennyire érdekelt, és utána néztem. És utána jött az úszózás is. Ezt normális perefutó orsóval ezt nehéz volt kivitelezni. Mindig hasa volt a zsinórnak. Ha kicsit ráfogtam, akkor nem ott úszott, ahogy akartam. Akkor kijött a szélre, kihozta a víz. És nyilván kellett egy olyan módszer, ami lehetővé teszi azt, hogy ahova dobom, meg ahova szeretném, hogy menjen, meg ahol én sejtem a halat, akkor ott menjen tovább az úsz. És utána jött ez, és ezt láttam a ti oldalatokon, ezt a Szent Elpinezést, meg a nálad. Nem csodálkoztál saját magadon? Mert én annak idején, mikor az a Szent Elpinezést Tibi barátomtól láttam, ő ugye, ha jól emlékszek, egy kanadai barátja, Kanadában talán, ha jól emlékszek, Steelheadre úszhatott vele, nem is ez a lényeg. Én akkor meghökkentem saját magamon, hogy ez olyan szuper ez a módszer, meg olyan csodálatos tényleg, és hogy ez nincs köztudatban, mert te is azért, te is úgy mondtad, jó, tényleg hát a Szent Elpin, otthon van 42 Szent Elpin orsom gyerekkoromból, azt megyek már haza, úsztatok, hanem tényleg én is úgy csodálkoztam igazából, hogy annyira jó, tökéletes ezekre a típusú folyókra, és hogy miért nem. Tehát azért csodálkoztál egy kicsit, hogy basszus, itt ez a szuper jó, tényleg, módszer, és akkor nem igazán űzik sokan. Hát én nagyon remélem egyébként, nem tagadom, hogy mivel ugye az itt szokott működni, hogy ha az ember rátalál valami szép vagy csodálatos dologra, akkor azt szeretné azért átadni mindenféleképpen több mindenkinek. Ezért is volt az, hogy én nagyon remélem, hogy el fog terjedni egy kicsit jobban is. Azt kérdezi Norbi, hogy növényes a víz? Nincsenek... Nem? Nincsen. Teljesen... Ez baromi érdekes. Nálunk olyan növényes, hogy plafonig van nőve. Pavicsos, köves az alaja. Hát vannak részek, ilyen visszakorból, meg ahol felmelegszik, de ezt úgy képzeljétek ezt a vizet, hogy nagyon hideg. Tehát nyáron sem egy 16-17 fok fölé. Ezért is kell a csizma hozzá, vagy valami melcsizma, vagy tomcsizma, mert negyed óra múlva már annyira sipad a lábot, hogy egyszerűen A hegyek, hát most nem tudom megmutatni nektek, de körülbelül 15 kilométerre már ilyen 1600-1700 méteres hegyek vannak, 18-20 kilométerre, úgyhogy és ez onnan jön, ez összegyűjti a kis patakokat, a mesterséges csatornákból is a vizet.
Mennyire rapszódikus, mennyire rapszódikus a vize? Hamar felzavarosodik? Mert azért az nem annyira előny néha, nagyon, hogyha... Nagyon rapszódikus, és nem is tudod kiszámolni, mert hogyha például, ahol én vagyok, ez Unterland, ez az alsó rész, a Poldenei tónál, ezt úgy nevezik, és hogyha fenn a hegyekbe esik az eső, pillanatok alatt emelkedik a víz. Van nagyon sok csatornán, nagyon sok folyónál táblák vannak kitéve, vagy gyerekeknek és felnőtteknek is ugyanúgy, hogy nagyon vigyázni kell, mert pillanatok alatt mételeket emelkedik. Igen, láttam már én is ilyet, hogy hirtelen jön egy nagy ár. Persze nálunk a hirtelen emelkedik, az azt jelenti, hogy jön rá 40 centi, de az olyan zavaros lesz tőle, hogy aztán már semmit nem lesz. Na nézzük, hát ha egy pompás, ismét egy pompás alsó urokdobás megindul. Na hát ha lesz valami, igazából egy kicsit várunk. Gondolkodok még azon, felírtam itt magamnak, old schoolba, hogy nézzük, azt mondja, hogy szabályok, vizek. Van valami speckó horgász szokásotok, amit Ausztriában nagyon favorizálnak? 12 jégert leverünk peca előtt, ilyesmikre gondolok. Igen, igen. Vagy előtte való este az asszonyt 42-szer kell megcirógatni, és akkor lesz csak nagy domi, vagy a horgász kultúra azért nincs olyan magas szinten, mint nálunk. Tehát engem például meglepett, hogy amikor kijöttem pergetni mondjuk Pisztrángra vagy Domolykóra, akkor kettes-hármas mepszekkel dobáltak. A 30-as főzsinóra. Hát most miért vagy ilyen? Hát a vas az köztudottan a legbitangabb. Na, hát igen, de... hát aki fogni akar. Igen, itt vérzik el a Szentepin is, most nem elvérzik. Én feltettem annak az embernek ezt a kérdést, Tibinek, hogy olyan gyönyörű, akkor miért nem? Azért, mert miért nincs annyira elterjedve, akkor befejezem a saját gondolatom. Ez mi azért, mert vannak olyan országok, ahol a hal mennyisége a lényeg, nem pedig a módszer szépsége. Tehát azért tudjuk, hogy a legyezés is csodálatos, nekem is ugye azt mondogattam mondani, én is legyezek, de én nagyon csinyán bánok az ilyesmivel, szoktunk egy évben egy párszor legyezni, vagy, tehát azt mondom, van legyezőbotom, de tudjuk, hogy a szépség hálátlan szerető, tehát ha azt nézzük, akkor elég jó meg kell dolgozni a halér, itt is, ott is, nem le is ették. Jó, figyelj csak, közben nem tudom, mert remélem mindenki lát, mindenki hal, ide kell néznem. Kicsit még szoknom kell ezt a mikor melyik kamerába. Izgulunk veled, hogy fogsz a halat, megvárunk még egy pár percet, közben én nézem a... Visszakapcsolok egy kicsit ide a műhelybe, megnézzük, hogy hogy állnak az úszók, tehát addig dobjál. Na, visszajöttünk, megnézzük, hogy... Na, közben még... Ádám pecázik, addig ránézünk az úszókra. Nagyon kicsit még várunk, aztán pedig festünk rá egy fekete csíkot. Én azt gondolom, hogy már mindjárt megvan. Nem lesz ez rossz, pompás. Azt nem tudom, beszéltük, hogy nem tettem rá biztonsági szemet. Úgyis ugye három helyen lesz megfogatva, ez csak akkor necces, hogyha igazából megfogja a biztonsági szem, de sokan meg azt mondják, hogy csak egy halott súr rajta, ami nem sok hasznot lendít. Úgyhogy most erről kimaradt, hogy csináljunk ilyet is. Közben kimosom már az ecsetet, mert én ilyen mániákus vagyok, és kicsit zavar, hogy benne hagytam a mosatlant. Figyelj csak, ha valami van, közben mondom neked, akkor azonnal jelezzél. Villámba oda kapcsolunk. Jó. Pontosabban csíkot, azt ezzel az ecsettel fogunk festeni, ez egy nullás csík, már meg is fogtam a saját kezem, mert azt mondom, szoktam mondani, hogy ez szokott a legrosszabbul menni. A Spisák Nobi mondta, vagy többet így el, vagy kevesebbet, hogy jobb legyen a csík, de van is benne valami. Kiveszünk egy kis fekete festéket, mert én... Jó. És... Közben majd ránézünk Danira, hogy hogy áll. Nem zavarjuk egy kicsit, mert lehet, hogy izgul, lámpalázas, hogy tudjuk már a szabályt, hogyha nagyon szeretnénk fogni, akkor már csak azért se jön össze.
Nyomunk ki egy kis feketét. Fekete az jó vastag kutyafáját, csak egy cseppet. Nem fogjuk ezt most túlszínezni. Egyszerű lesz, mint egy faék. Egy fekete csíkot fogunk rá festeni, és annyi. Ezt is ugye a szokásos festékünkkel veszek, majd másfajtát is elő, mert mindig megkapom, hogy mindig a fekete, meg mindig a piros, meg mindig ez a valami jó. Van még ott egy-két festék, csak hát én szeretném, hogyha ez minden egyszerűbb lenne. Te csak figyeljél, mert közben félszemem rajtad van, én közben félszemem, téged is látlak, várjuk a halat. De jó, nem mondom így, mondjuk úgy, hogy élvezed a pecát. No. Hogy állunk? Nagyon kicsit még várni kell. Nagyon picit. Na visszakapcsoltunk hozzád egy pillanatra. Megnézzük, hogy állsz. Na, sajnos a helyszíni közvetítésekkel ez lesz, bocsánat, egy kicsit a baj, hogy kockásodik, csinkosodik, a technika az kibánik velünk, de nem baj. Izgulunk. Ne aggódjál, csak pecázzál. Látunk, lehet atomóban. Na! Érzem, hogy egy ponton mindig elakad, az nem ér. Fát fogni nem ér. Az nem tudom. Ezt be én nézem ezt, hogy... Próbálok az eredményen állítani. Azt kérdezi Norbi, de lehet, hogy nem most kérdeztem, azt már kérdeztem, mi volt eddig a legnagyobb szentelpines halad, amit fogtál? Hát, tomolykó volt nyilván, az volt a legnagyobb, az is olyan, hát nem is tudom, olyan 55-56-57 centi körül volt. Ez jó hangzik, olyan... nagyon jó hangzik. Meg is pedrem a bajuszom ennek a hírnek a hallatán, ez annyira jó. Hé. Na nyomjál bele egy jó nagy adagot csapjál rá, ne a... snekák. Hát így szoktuk leválogatni a nagy adomit, hogy teszünk rá egy pingponglabdát. Na jó, hát ha nem is pingponglabdát, de galantojás. Azt a nagymána veszi fel. Kenyed vágjad, ráfestünk egy fekete csíkot, addig magadra hagyunk, hogy ne izguljál annyira, jó? Megfestjük a fekete csíkot az úszón. Egy pillanat türelmet, leneted, ne mozdulj. Jó. No, akkor itt vagyunk ismét, és két réteg szín után teszünk rá egy kis feketét. Ez... Húzni kéne valahova nekem próba csíkot, nem? Egy jó vastag fekete csíkot teszünk rá. De hogy is kéne? Hogy is szoktuk mi ezt? Jaj, de pompás lett, pont olyan, ahogy szokott lenni. Egyik oldal a végnyab, másik vastagabb, aztán kijavítom, másik lesz vastagabb, az egyik végnyab. Éljenek a ügyes kezűek. De meg közben nekem nehezítő körülmény, félszemmel nézem Danit is, hogy hátra fog egy jó halat. Édni, ez így marad. Sose rosszabbat. Lehet, hogy ez hiányzik. Micsoda? Várjál! Visszakapcsolunk akkor a partra. Mindjárt sejtettük, hogy... Közben privátban is kaptam egy üzenetet, ami csak felugrott hirtelen. Milyen daivabot ez, amivel pecázol? Ez a daiva Aqualite vagy Aqualite. Ezt neked kell tudni, te vagy az angolos, nem tudom. Aqualite van. Az a baj, hogy most abban nem hívhatom ide valamelyik lányt a négy közül, hogy anya, hogy mondják ezt, vagy lányok, hogy is van ez. Nevezzük Aqualite-nak, majd megnézzük. Tamás kérdezi közben. Jobb, ha ide írsz, Tamás, egyébként üzenem neked, mert csak felugrott az ablak, és nem nagyon láttam. Jó, figyelj csak! Majd, hogyha otthon leszel, és eszedbe jut, mert ezt a felvételt sokan fogják, már appácska. Na, másik osztrák. Szóval...
Amikor otthon leszel, majd hozzászólásba egy linket tegyél már be, hogy lássa Tamás barátunk, Tamás Magyarországon nagy márna meg domolykó mágus. Egy linket majd tegyél már be, hogy pontosan lássa majd, hogy hozzászólásba, hogy lássa, hogy milyen bot is ez. Jó? Pecázzál, csak közben megfessük a másik csíkot. Jó? Oké. Okay. Köszi. Na. Ezt mondja, ez az egyik megvan. Nem tudom, nem tetszik, de már nem javítgatom. Fehér, fekete, piros. Mi kellhet még? Nézzük. Ide írtam először, hogy jó van Tamás, bocsássál meg, ne haragudj. Az igazság, hogy annyira izgulok, hogy mi lesz a fogással, hogy közben félszemmel, igazad van, félszemmel néznem kellene. Kellene nekem egy ilyen felolvasó ember, mint Pósolakinak, mint az öreg Pósolakinak a kis emberkém, hogy olvassa nekem, hogy Horváth Tamás írtam, milyen bot. Na, igyekszek. Na, festek egy fekete csíkot. Ettől a fekete csíktól jobban izgulok, mint bármitől a világon. Figyeljetek. Ó, de jó sikerült a kutya fáját. Mától csak élőadásba festek csíkot. Jó. Tegyünk még egy csíkot az aljára is, azt mondjátok. Még izgalmasabb legyen. Még egyet? Hát, miért ne? Közben lesek itt oldalra, mert itt vannak nekem a... Itt vannak esetleg egy ilyet tudnánk csinálni belőle. Nem tudom. Nem? Ez így van jól, ahogy van. Egy tövébe, egy kis feketét? Hát, az is lehetséges. Kicsit reszket a kezem, nem... Na nézzük. Így. Ez szebb, mint jó. Másik. Na, még megfestjük ezt a csíkot. Figyelj, csak ide egy csíknyi időd van, neked mondom közben, de ne aggódjál. Oké. Hát ez pompás. Jó. Á, nem, ez vékony lett nagyon, de még kenünk egy kicsit. Így szoktak indulni a bazi vastag csíkjaim, hogy ez egy kicsit vékony lett. Oh, ez az. Jó, hát ezzel megvolnánk. Várjuk, hogy száradjon. Még egy száradásnyi időt közben adunk. Aqualight Fader vagy Float? Azt kérdezi. Float, jól emlékszek? Na, egy pillanat türelmeteket kérek. Pillanat türelmet, visszakapcsolunk hozzád. Itt vagyunk. Azt kérdezik, hogy ez float bot, ugye? Úszós bot, kimondottan. Igen. Igen. Jó. Igen. Jó. Nem jó. Úgy kell elképzelni, hogy egy meshbotot, nincs annyi gyűrű rajta. Nem tudom, hogy tudom ezt leírni, de... Nem kell leírni, azt mondják a srácok, bőven elég, ha elmondod. Na jó, nem személykedek itt élőadásban rögtön az elején, mert akkor nem fogsz a következőbe jönni. Pedig ahogy említetted, ez a bódenító, ez engem nagyon felizgatott, ez a bódenító téma. Én nem bánnám, hogyha egyszer, amikor a bódenító környékén jársz, és netán még horgászbot is van nálad, akkor egy ilyen üvegsör jelenlétében meg egy bottal megpingetnél minket, és akkor megnéznénk, hogy mi is van. Egyszer meg tudunk úgy menni, van egy motorcsónak a feleségemnek is, akkor hogyha úgy lesz, olyan faszba lesz, hogy olyan kedvünk lesz, vagy kedvetek lesz, akkor esetleg egy csukázásra ki tudunk menni majd. Nagyon jól hangzik. Jó, figyelj csak, én azt mondom, hogy nagyon szépen köszönjük a bejelentkezést, köszönjük az információkat Ausztriából, meg ugye a Rajna partjáról, megtiszteltél minket, hogy örülünk, hogy eredményes vagy. Hopp, akkor egy interaktív kocintás. Sajnálom, hogy nem jött, de hát ez általában így szokott lenni, hogy amikor nagyon akar, akkor... Ne foglalkozz vele, ez mindig így van. A lényeg az, hogy megtudtuk, amit szerettünk volna. Én azt gondolom, hogy lesz egy pár ember... És tudom, hozzátenném, hogy... Bocsánat. Tehát erről nem kell vélemény mondani, mert ahogy mondtam is, én nem régóta kezdtem, és nagyon nagy segítséget adtál te is nekem ehhez, az orsó választásba, a csali választásba, a bot választásba. És ezen az alapszinten, amit én képviselek, meg amit csinálok, még így is élvezetes ez a horgászat. Hát hogy a fenében, a horgászatban az a szép, hogy minden szinten élvezetes. Én ezt szoktam mondani, hogy én azért imádom a pecát, de tényleg,
mert mikor a Tóth kanál is partján álltam Újfehértón, ugyanazt az izgalmat éreztem a mellkasomban, mint amikor a Chattahoochee partján Floridában, tudom én, vagy az Everglades-ben pecáztuk, ez nincs különbség. A másik ugyanazt az izgalmat érzi egy teljesen egyszerű, hétköznapi, már így mondom, hogy hétköznapi, tehát egy teljesen szerény anyagi helyzetű ember, mint aki a mexikói öbölben a hófehér bőrös jaktjára horgászik. Ugyanaz az ösztön, ugyanaz az érzés van bennünk, és ez teszi az egészet csodálatossá. Nincs itt alapszint, itt csak peca van, meg élvezet. Hát már mind a tudásra gondoltam, hogy ebből a Szentkertbírás hát felment. A tudásnak csak egy lényege van, amit az írásaim végén mindig ugyanaz a befejező mondat, nem véletlenül, minél jobban szeretni és minden többet ott lenni. Mert hogyha az ember nagyon szereti, akkor minden kis sarkát ki fogja kutatni ennek a dolognak, és biztos, hogy nagyon fogja élvezni. Ádám. Tudod, miért mondok Ádámot? Na miért? Hát mit hívnak? Így van. Ezt meg tudtam jegyezni a végére. Köszönjük szépen, hogy bejelentkeztél. Vigyázz magadra. Én azt gondolom, hogy lesz több vendégünk, folyamatosan ugye beszélgetek az emberekkel. Tartsál majd mindig velünk az élőn keresztül, arra kérlek, mindig szóljál hozzá, és hát ha te is ugye lesz még másik magyar, úgymond kezdő szentelpénes is, aki most kezdett és segítettünk neki sokat. Legközelebb nagyon, és reméljük, hogy még, hát sok meglepetés lesz, úgy gondolom, vagy legalábbis szeretnénk. Én arra azt gondolom, hogy lesznek visszatérő vendégek, hogyha élvezted, vagy úgy gondolod, hogy nem zavartunk pece közben, akkor visszavárunk még mindenféleképpen, jó? Nagyon szépen köszönöm, minden jót nektek, örülök, hogy... Vigyázz magadra, fogjál még egy halat, hogyha lefogod, fényképezd le. Csak az számít, ami képen van, jó? Így van. Vigyázz magadra. Minden jót nektek, köszönöm szépen én is. Sziasztok. Csüssz. Csüssz. Jó. Visszavettük a képet. A hangot azt megszüntetjük. Innen folytatjuk. Egy kép. Jó. Itt vagyunk. Egy kis türelmeteket kérem, hogy bezárok egy-két dolgot, és már is nyomatom tovább. Jó. Hú, teljesen belemelegettünk az úszókészítésbe. Meg a parton egy kicsit megjött a színem, és az nem a bortól van, hanem azért a pece az mindig nagyon izgalmas, úgy látszik még virtuálisban is. Jó, nézzük közben, hogy hogy állunk. Megnézzük, hogy miket is alkottunk. Miközben beszélgettünk, Ausztriával és a parton voltunk, kész lett a két úszónk, meg lett festve a antennája. Legközelebbi alkalommal ezt lakkozni fogjuk, visszavesszük ide. Én azt gondolom, hogy a következő alkalommal, amikor találkozunk, akkor lakkozni fogjuk az úszókat, és megpróbálunk majd valakivel ismét beszélgetni, ha az ideje úgy engedi. Nektek további szép vasárnapestét kívánok, és a legjobbakat, iszok egy kortyot az egészségetekre, meg a matula műhelyre. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek további szép estét. Sziasztok!